Egyre népszerűbb az intelligens személygyűjtés. Ez nem csak a szelektív hulladékgyűjtést jelenti, hanem olyan szenzorokat és applikációkat, amelyek segítségével adatokat lehet közvetíteni, például a konténerek telítettségéről. Így a számítógépes rendszer változtathat a kukásautók útvonalán a hatékony hulladékkezelés érdekében. Ilyen szenzor mindegyik tárolóban található, és két óránként üzenetet küld nekem arról, mekkora a telítettség. A Szenci hulladék gazdálkodási osztály referense azt az egységet mutatja, amelyel ellátták a város 156 félig földbesüjjesztett konténerét. Ezek segítségével pontosan tudják, hogy mikor szükséges üríteni a kukákat. A számítógépes rendszer révén egyszerűen megtervezhető a hulladékszállító útvonala. A társas házaknál 1100 literes konténereket használtunk, azonban amikor fújt a szél, rengeteg szemetet szórt szét. Ezért döntöttünk úgy, hogy a lakótelepeken inkább bevezetjük a félig földbe tárolókat. A városban 31 ilyen hulladékszigetet építettünk ki, amelyekben 156 tároló található, és valamennyi szemetes edényt elláttuk szenzorral, magyarázza a szakember. Szencen az összes hulladék szigeten szelektíven gyűjtik a szemetet. A háztartási hulladék mellett külön a papírt, a műanyagot és az üveget. Ezért is van szükség az elektronikai rendszerre, hiszen a szelektív tárolók nem egyszerre telnek meg, így más ütemben kell azokat üríteni. A kisebb konténerek ürítése sokszor hetente, kétszer-háromszor sem volt elég, és hatalmas mennyiség volt belőlük. Azzal, hogy hulladékszigeteket építettünk ki, tulajdonképpen konszolidálódott a helyzet, hiszen egy helyen összpontosul a szemét begyűjtése. Ezzel csökkentek a kukásautók futott kilométerei, amivel spórolni tudnak. A város, mondja a referens. Egy 40 ig megtelt tartályhoz ugyanis nem vezényelnek szemétszállító autót. Ezen a térképen egy város összes szeméttárolója látszik, amelyeket összekötöttek a számítógépes rendszerrel. A színek azt jelzik, hogy hol, mennyire sürgős az ürítés. Az applikáció a pirossal jelölt helyekre vezényli a hulladékszállító autókat. Az edényekre szerelt kóddal ellátott egység azt is megmutatja, melyiket ürítették már ki. Az applikáció üzenetet küld a hulladék gazdálkodási vállalatnak, vagy akár a szemetes láda tulajdonosának is. Így könnyen nyomon követhető, hogy a felhasználó miért fizet. Az információ, amelyhez hozzájutunk az adatokból, pontos képet ad arról, hogy ki termelte, mekkora mennyiségben, mikor. Ehhez az információhoz tudjuk hozzárendelni az autókat úgy, hogy a leghatékonyabban gyűjtsék a szemetet. Ezzel pénzt spórolunk, csökkentjük a kiadásokat és óvjuk a környezetet, mivel felesleges útvonalakat nem mennek az autók, mondja a szenzorokat gyártó vállalat képviselője. A rendszer arra is lehetőséget biztosít, hogy a hulladék gazdálkodás átláthatóbbá váljon, és az ágazatban kevesebb visszaélés forduljon elő. De a fő motiváció a takarékosság. A minimális -e minimálisan 20-25%-os megtakarítást jelentett, de volt, hogy 63%-ot is meg lehetett spórolni. A rendszeres heti szemétszállítás helyett célirányos útvonalakat állítottunk be. Volt olyan, ahová például csak havonta egyszer kellett menni. Magyarázza a, a cég társ az intelligens edények egyre népszerűbbek Szlovákia városaiban, csak Pozsonyban 85 ezer van belőlük. Ezen kívül számos települési önkormányzat és vállalat döntött már úgy, a továbbiakban a szenzorok segítségével könnyíti meg a szemét összegyűjtését.